Hűsítő hullámok kánikula idején, a strandok ilyenkor nagy üzemben működnek, a felüdülést követően azonban bosszúsághoz is vezethet az enyhítő fürdőzés. A kikapcsolódás mellett ugyanis a természetes vizek és a medencék láthatatlan veszélyeket is rejtenek. A sok ember, a vizes közeg és a meleg idő kifejezetten kedveznek a különféle kórokozók elterjedésének. Ezek pedig többféle szervrendszert érintő betegségeket és tüneteket okozhatnak. Az emésztőszervi vagy légzőszervi tünetek mellett igen gyakoriak a bőrt érintő problémák. Sokkal gyakoribbak azok a fertőző betegségek, amiket nyáron a melegben, a strandon össze lehet szedni. Ezek lehetnek bakteriálisak, vírusosak vagy gombás fertőzések is. Bakteriális fertőzés ugye nagyon csúnya néven ismert, ótvaros lehet a gyerek, hogyha mondjuk kivakarja a csípéseit, és aztán a melegben a felázott bőre felülfertőződik. Ha azt látja az anyuka, hogy egy terjedő, átmérőjében terjedő seb van a vakarás helyén, ami nedvezik, később pörkös, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz vinni a gyereket, mert magától nem könnyen fog elmúlni. Ez fertőz is, a testvére is elkaphatja. Viszont ha kezeljük, akkor körülbelül egy hét alatt teljesen meg tud gyógyulni. Ez nagyon gyakori, nem szégyen, mindenkinek előfordulhat, hogy van ilyen. A vírusos bőrfertőzések gyakran hólyagot, kiütést vagy akár szemölcsöket is okozhatnak. Úszoda szemölcsök gyakori a kisgyerekeknél, kontaktus útján terjed, és nyilván egy felázott, izzadt bőr, vízben felázott bőr könnyebben fertőződik. Különböző tenyéri talpi szemölcsöket is ilyenkor nagyon gyakran mezítláb felázott bőrön össze lehet szedni. Ezeket is érdemes kezelni, mert szaporodnak, terjednek, fertőznek is. És persze ilyenkor szokott előtűnni például a napgomba, ami nagyon gyakori, és azért is ez a neve ennek a felületes bőrgombának, mert a napozás hatására tűnnek elő a foltok. Ha valaki azt látja, hogy világos foltok alakulnak ki, főleg a mellkasán, vállán, hátán, nem barnulnak egyenletesen, akkor élhet a gyanú perre, hogy valamilyen felszínes gombás fertőzés van. Ez is nagyon jól kezelhető, és érdemes mi hamarabb kezelni, hogy aztán szebben tudjunk barnulni. A megelőzésről ezeknél a bőrbetegségeknél kevésbé lehet szó. Ha azt látja valaki, hogy például a lábúj közeiben hámlik a bőr, viszket, a talpán hasonló panaszokat észlel, akkor valószínűleg ott az izzadás, vizes bőr felszínén megtelepedett egy kis gomba. Nyilván hogyan lehet ezt megelőzni? Nem tökéletesen, de azért, ha a strandolás végén, mosakodás után szárazra töröljük a lábunkat, a lábúj közeinket is, akkor azzal sokat tudtunk tenni. Ha bármi kis panasz adódik, mi hamarabb érdemes kezelni, hamar, könnyen kezelhető, meg lehet tőle szabadulni. A szakember azt javasolja, hogy ha valamilyen seb található a testünkön, akkor ne menjünk strandra, de főként a vízbe, medencébe ne áztassuk a sérült testrészt. Lényeges, hogy a különböző bőrtüneteket nem szabad piszkálni, vakarni, szükség esetén pedig kérjük orvos segítségét a kezeléshez.